Mindeközben túl van a járvány negyedik hullámán Izrael, bár a delta variáns a közel-keleti országban is gyorsan terjedt, mára sikerült visszaszorítani az új fertőzéseket. Beltéri maszkviselés, tesztelés és védettségi igazolás, szakemberek szerint ennek köszönhető a javulás. Sokat segít ugyanakkor az is, hogy a lakosság több mint harmada már felvette a harmadik adag védőoltást is. Gondtalanul élvezik a társaságot az emberek Tel Aviv utcáin. A gyerekek galambokat etetnek a parkban, a fiatalok pedig kávét isznak a barátaikkal. A látvány már a koronavírus előtti időket idézi. Minden jel arra utal ugyanis, hogy Izrael túl van a járvány új hullámának nehezén. Már kifelé lábalunk a delta hullámból, és ehhez egyetlen nap lezárásra se volt szükség. Ez egy hihetetlen győzelem, jelentette ki Naftali Bennett, Izrael miniszterelnöke. A korábbi változatoknál fertőzőbb delta variáns még júniusban jelent meg, és kezdett rohamos terjedésbe az országban. A kormány azonban az újabb lezárások helyett úgy döntött, a hangsúlyt a védettség kiépítésére helyezi. A Covid-dal való együttélés filozófiája alapján egyedüli korlátozásként a beltéri maszkviselés maradt meg. Számos szolgáltatás igénybevételét ugyanakkor védettségi igazolványhoz kötötték. Augusztusban pedig megkezdték az emlékeztető oltások beadását, és azóta már csak nem 3,7 millió ember, vagyis az izraeli lakosság harmada megkapta a harmadik dózist. A járvány hullám szeptemberben tetőzött, napi több ezer fertőzöttel. Az újraoltási kampánynak köszönhetően azonban mostanra már 80%-kal kevesebb a napi új megbetegedés. A sikert több dolognak köszönhetjük, mint a maszkviselés, a védettségi igazolások és a tömeges tesztelés. De kétség kívül, ami a leginkább hozzájárult a delta legyőzéséhez, az a megerősítő oltás, mondta a kormány koronavírus tanácsadói testületének vezetője. Az egyik Tel Avivi kórház intenzív osztályának vezetője arról számolt be, hogy így is sok dolguk akad, főleg mivel egyre több oltatlan fiatal érkezik hozzájuk súlyos tünetekkel. A mostani hullám nagyon megterhelő a csapatainknak. Az élet zajlik tovább, az orvosokon viszont nagy a nyomás, mert a szokásos intenzív kezelésre szoruló betegeinken túl itt vannak az oltatlan koronavírusos fiatalok is, mondta a doktornő. A hullám gyengülésével együtt viszont szemlátomást a lakosság oltakozási kedve is csökkent. Az izraeli kormány ezért úgy döntött, hogy az oltástól számított 6 hónap leteltével csak annak lesz továbbra is érvényes a védettségi igazolványa, aki megkapja a vakcina harmadik dózisát is.